Kedves nézők, 8. alkalommal kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán a Kutatók Éjszakája programsorozat. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy itt a Leányka úton milyen programokkal várják a szervezők, az érdeklődőket. Nézzük is meg a különböző események helyszíneit. Mit is csinál ez a kesztyű, amit itt a kezeden hordasz? Hát ez a kesztyű egy multifunkciós kesztyű, tulajdonképpen egy menürendszer tartalmaz, melybe először be kell lépni egy jelszót beírva. Itt látható, képes vagyok beírni, és ezután egy menüben tudok én választani menüpontok között. Na várjunk csak, az előbb azt mondtad, hogy egy menübe kell belépni, de hogy lépsz be a menübe? Hát az előbb írtam be egy jelszót. De hogy írtad be a jelszót? Nem láttam. Megmutatom akkor. Tehát betöltődik egy üdvözlőképernyő, és ezt követően képes vagyok beírni a jelszót. Ennyi volt a jelszó. A kezed mozgatásával írod be a jelszót. Így van. És utána az ujjaim mozgatásával tudok váltani a menüpontok között. Uh-huh. Ezt követően tudom választani a megfelelő gomblenyomással. És milyen menüpontok között tudsz váltani? Ez egyik a zongora funkció, amit most használok éppen. A másik pedig egy robot irányító funkció. Ekkor egy Lego NXT robothoz tudok kapcsolódni. Tehát egy külső robotot tudsz Igen, ezzel irányítani. Így van. Most ez a zongora funkció, amit éppen lejátszottam. És a külső robot ez mit csinál? Ez a külső robot lánctalpakon halad, és képes navigálni a kezem mozgatásának hatására. Ez saját fejlesztés, az a kesztyű? Saját fejlesztés, igen. Mennyi időbe telt még ezt kifejlesztettétek? Hát ez a kesztyű egy idős, az elektronikai jobban, tehát a komolyabb belemélyedésemmel az elektronikai világba. Tulajdonképpen 1,5-2 éve próbálom jobbá tenni a mechanikáját. Az elején rengeteg probléma volt a mechanikai részének az összeillesztésével, de jelenleg most már mondhatni, hogy használható állapotban van. Gyakorlatilag hol lehet ezt majd használni? Hát milyen területeken? Hát igazából, hogyha telepakolnánk mindenféle funkcióval, ugye modulárisan bővíthető ez a kesztyű, tehát tulajdonképpen bármilyen használati dologra el lehet képzelni, igazából az elektronikai ismereteink szabnak csak határt abban, hogy milyen eszközökkel lehetne ezt kiegészíteni még továbbiakban. Ez most úgy gondolt, hogy kész van, és foglalkozol már valami mással, valami más ötlet megvalósításán, vagy még ezt fejleszteni kívánod? Hát jelenleg még ezt fejleszteni kívánom mindenképpen, de most az aktuális állapota szerintem már egy jó bemutatható állapot. Most itt a 108-as teremben, a Leányka úton a fiataloknak ezt meg fogod mutatni? Igen, meg fogom mutatni az előadások során. De ez rajtad marad, a gyerekek ezt nem vehetik fel? Hát ezt nem igazán. A tavalyi év során volt már egy kisebb bemutató, akkor egy játékot irányítottam vele egy számítógépen, és hát az egyik flex szenzor, az egyik hajlítás érzékelő szenzor megszenvedte egy kicsit a gyerekeknek a hatását. Biztos, ami biztos, maradjon rajtad. Igen. A Leányka út 108-as termében Lego robotok címmel várják itt a gyerekeket, a fiatalokat. Tanár úr, mit tudnak itt nyújtani a program szervezői? Picit hadd korrigáljak. Lego robotok és társaik. Ez azt jelenti, hogy egyébként játékboltokban megtalálható most már harmadik verzióját élő Lego Mindstorms-nek, hát nálunk a 2-es meg az 1-es verzió az, ami megtalálható. Ezekből építettünk különböző kis robotokat, illetve írtak rá a hallgatók vagy jó magam egyszerű programocskákat, illetve a másik kategóriába, mert nem csak Lego robotokkal foglalkozunk, hanem vagy mikrokontrollerek programozásával, és ezek is alkalmasak arra, hogy különféle szenzorok jeleit érzékeljék, feldolgozzák, és utána esetleg motorokat, reléket, szervomotorokat, léptetőmotorokat vezéreljünk vele. És igazából ötletkérdése csak az, hogy mit építünk meg, milyen kis eszközt, például korábban készült, az most éppen nincsen, de középiskolás hallgatókkal építettünk italautomatát például,
akkor most, amit láthatunk, építettünk egy olyan kis eszközt, amit leginkább az állatorvosi lóhoz tudnék hasonlítani. Semmi más célja nincs az eszköznek, csak az, hogy felkeltsük a figyelmet egy PC felületéről. Tudunk vezérelést, vezérlőjeleket küldeni egy Arduino mikrokontrollernek, amellyel motor forgás irányát tudjuk megváltoztatni, természetesen kikapcsolni, vagy pedig lenne a forgás sebességét változtatni, illetve egy hőszenzor, egy fényszenzor jeleit dolgozza föl, és a PC képernyőjén kijelzi annak az éppen aktuális értékét. A kutatók éjszakája mindig legnagyobb érdeklődéssel kísért programja a laboratóriumi kísérletek. Hogyan sikerült összeállítani az idei platformot? Hát miután nem az első évben csináljuk már, ezért a korábbi anyagokhoz is nyúlunk. Hát meg aztán, mit tudom, mindig vannak ilyen munkadélelőttök, ötletelések. Hát például ez az egyik kígyó, amit itt a kollégám bemutatott, ez tegnap délelőtti termék. Próbálgatunk. Mit lehet kihozni belőle, esetleg milyen ilyen kapcsolódásokat lehet tenni az élet egyéb területeihez. Aztán tavaly volt egy ilyen előadás, aminek az volt az én, hogy majd csak lesz belőle valami. És így vagyunk ezzel mi is, hogy előbb-utóbb lesz belőle valami. Tehát van ebben improvizációs lehetőség is? Van. Nagyon függ a közönségnek a befogatókészségétől is. Tehát nyilvánvalóan a kísérleteknek a gerince, váz az mindenképpen megy, de az eredménytől, illetve a közönségtől függően a szöveges kezelés az gyakorlatilag minden egyes alkalommal más és más. Most annyiban más az idei kutatók éjszakája program, hogy nem csak itt a Leányka úton, hanem más helyszíneken is lesznek bemutatók. Hol? Hát nekünk a kémikusoknak a Varázstoronyban is van két bemutatónk, illetve részt veszünk a Galilei Emlék performance-ba is, illetve utána lesz egy ilyen szabadtéri tüzeskedésünk, vagy nyilvánvalóan este már ilyen látványelemekre hajazunk, hogy így mondjam, de úgy néz ki, hogy a végülis a programból, amit mindenki elérhetett, hogy gyakorlatilag az egész főiskola szinte minden egysége, minden egyes helyszíne kiveszi a részét belőle. Mi a célja ezeknek a kísérleti bemutatóknak, tanár úr? Hát az én megítélésem szerint, és ez szubjektív, tulajdonképpen azt a fajta ellenállást, amit maga a mi szakmán képvisel, inkább egy ilyen könnyed látványelemekkel tarkítva, hát csökkenteni. Vagy megmutatni azt, hogy végül is van más is ebben. Esetleg ötlet, esetleg humor, és nem feltétlen csak a rosszat, a negatív oldalát. Ez teljesen fals képet vet erről a tudomány ágról is, illetve ennek a felhasználóiról. És hát ezen szeretnénk így változtatni. Én azt mondom, hogy nem is feltétlen oktatni szeretnék, hanem azt ezzel, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy na, mégiscsak akkor lehet, hogy ebbe érdemes egy kicsit jobban elmélyülni. Nem én akarom megtanítani, kedvet akarok csinálni esetleg hozzá. Vagyunk a Leányka úton továbbra is. Ebben a teremben most kettő program zajlik párhuzamosan. Mit kell erről tudnunk? Hát a két programot azért szerveztük össze, hogy hát van egy nagyobbaknak szóló program, amivel behozzuk a fiatalokat, és amikor kitombolták magukat, akkor egy másik, kicsit érdekesebb programmal meg próbáljuk egy picit a tudományák felé terelni a figyelmüket. Itt ez a kolonizációs program, ez arról szól, hogy van egy stratégiai játék, amelyben robotokat kell irányítani. De a robotokat lehet programkóddal is vezérelni, és akkor így játszva tanulják meg a programozást a fiúk, lányok itt a teremben. Gondolom, hogy valamilyen előtanulmányokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy egyáltalán programozásról beszélhessünk. Hát a klasszikus programozáshoz kell, de ebben a játékban azért vannak itt a hallgatóink, hogy az előtanulmányokat ők adják, tehát ők, akik az előtanulmány szerepét veszik át.
Akkor beszéljünk egy kicsit a másik játékról, ahol azt láttam, hogy a Leányka út épülete a kiindulási pont, tehát a stratégiai pont. Mit lehet itt csinálni? Hát ennek a programnak korábban az volt a neve, hogy lőj az oktatóra, vagy lőj a kutatóra. Hát ennek az a lényeg, hogy szintén a hallgatók összerakták az épületet egy Counter-Strike nevű játékban, és lemodellezték a teljes épületrendszer, és némelyik terembe elhelyeztek az oktatókról egy-egy portrét, ahol a srácok, ha megtalálják, akkor oda tudnak pörkölni. Hát leszoktunk ide jönni, és mondjuk nekik, hogy nagyon meg fogunk sértődni a lelőnek, de annyira nem hat a dolog. Ez a játék része, tehát hogy a fiatalok játszanak, aztán később egy picit a tudomány felé forduljanak, tehát ez a apropója dolog. Tulajdonképpen mi azon kívül, hogy játszanak, mi a célunk ezzel a programmal? Hát a cél is összetett, mint ahogy a két program is, hogy az egyik, hogy bejöjjenek, meglássák az épületet, meglássák a környezetet, az, hogy a középiskolától ez mennyiben különbözik, mi az, ami felé el tudnak indulni, meg egy kicsit a tudományt is. Tehát a játékon keresztül azt, amit későbbek megtanulhatnak, mennyiben profitálhatnak. Hát a közönség elég vegyes, tehát a kicsikkel másképp próbálunk, más hangot megütni a nagyokkal is, más, de általában minden korosztálynak vannak itt a épületben programok, tehát el tudjuk őket irányítgatni a megfelelő helyre. Úgy látom az érdeklődők számából, hogy nagyon sokan vannak összehasonlítva az előző évekkel. Többen vagy kevesebben érdeklődnek most a programok iránt? Hát most sajátos a helyzet, mert ugye tavalyi évig úgy volt, hogy a természettudományi karon volt a programok jelentős része. Most egy kicsit attól féltünk, hogyha lekerül a fele program a épületbe, akkor kevesebben lesznek, de azt látom, hogy nem ez a helyzet, tehát ugyanolyan sokan vannak. Most bízom benne, hogy lent is ugyanolyan sokan vannak, tehát a létszám az duplázódott, nem pedig feleződött a két épület között. Bízunk benne, hogy minél többen. Itt vagyunk a Leányka úti RFID laborban. Tanár úr, mit is jelent ez a mozaik szó? Hát mielőtt a mozaik szót elmondanám, egy picit a laborról néhány szót. Tehát a látszat ellenére ez nem egy játszótér, csak most alakítottuk játszótérre. Ez egy nagyon komoly eszközökkel felszerelt, és egy rádiófrekvenciás technológiát használó labor, ahol komoly antennák, tehát komoly sajátfejlesztési antennák, és amit látszik, terepasztalok és egyéb eszközök is vannak a különböző szimulációs gyakorlatok elvégzéséhez, kísérletek elvégzéséhez. Most jelen pillanatban a beltéri navigációt tesztelik a fiatalok, aminek a lényege az, hogy nem GPS jeleket és nem műholdakat használva, beltérben RFID alapokon lehet navigálni akár gyengéllátókat, vagy bárkit, aki egyébként egy épületbe szeretne eltalálni valahova. Tehát ez a labornak a fő témaköre. Ezt úgy hívjuk, hogy lokalizáció, beltéri lokalizáció. Hol lehet ezt gyakorlatban hasznosítani? Hát olyan például pincékben, olyan helyeken, ahol a GPS egyébként nem működik, és szükség van lokalizációs információra. Lehet raktárakban, olyan nagy raktárakban, ahol a ládák például olyan sűrűn vannak összepakolva, hogy egyet kiszedni, az nagyon nagy energiát jelent, és akkor egy ládának a helyét lehet pontosan meghatározni. Aztán lehet a gyengéllátóknál és vakoknál, hogy említettem, milyen irányú kísérleteink is vannak. Hát vannak hallgatóink, most azt mondom, hogy sajnos, de vannak olyan hallgatóink, akik nem látnak, és velük teszteljük ezeket az alkalmazásokat. Tőlük kérünk tanácsot, hogy igazság szerint mit szeretnének ők elérni ezzel. De nagyon sok irányba el lehet menni az RFID technológiával. Most az Európai Unió ezt nagyon támogatja, erre komoly pályázatok vannak, pályázati összegek. Mi próbálunk minél több dolgot a kutatásba behozni ide a oktatás mellé a LKF-re. Ez a komolyabb célunk hosszabb távra. Milyen mértékben kapcsolódunk be itt a kutatásban a főiskola szintjéről? Hát, hogy a főiskola milyen? Hát a főiskola most a természettudományi karon indult, ez egy komolyabb projekt, egy kutatóintézet is alakult, amiről már voltak sajtómegjelenések. Jelenleg most 3,5 laborral üzemelünk, és 4 kutatócsoport dolgozik ezeken a technológiákon, ezeknek a továbbfejlesztésén. Itt van robotika, vannak drónjaink, tehát ezek a quadrokopter repülő eszközök, vannak Lego robotok, és ahogy látszik, antennáink, meg kézi olvasóink, meg rengeteg szoftverünk. Nagyon úgy tűnik, hogy már a 21. század és a jövő technológiája. Mit tudunk most ebből itt megmutatni a fiataloknak? Hát jövő, inkább már jelen és a jövő technológiája. Hát most leginkább azokat az eszközöket tudjuk bemutatni, amik az ő érdeklődésüket
felkeltik, tehát a vonatos terepasztalos játékot, a kézi navigációt kézi eszközökkel. Ugye itt az antennák olvasási távolság az annyira nem érdekes a fiatalok számára, de hát ha érdeklődnek, akkor elmondjuk. Hát most leginkább ez a két program, tehát a navigáció és a vonat, ami érdekes lehet. Programozás oktatás kezdőktől a haladókig címmel rendeztetek most itt egy programot, tanár úr. Milyennek a lényege? Ez a Coding Dojo, ez egy kb. 10 éves kezdeményezés. A dojo az nem a programozás területéről jövő szó, ez a harcművészetek területéről jövő szó. A minden harcművészeti iskolát dojo-nak hívnak, és a harcművészet tapasztalatait próbáljuk átültetni a programozás oktatásba. Az a lényege, hogy arra jöttek rá azok, akik ezt bevezették, hogy sokan szeretnének a szabad idejükbe is programozást tanulni, hiába mondjuk ez a foglalkozásuk még akkor is, mert társaságba programozni sokkal nagyobb élmény, mint otthon vagy a munkahelyen, és ez a dojo, ez pont erre jó, hogy társaságban programozzunk. Én az instruktor vagyok, én csak a feladatot adom, és a kis társaság együtt saját magától jön rá a megoldásra. Én csak azt kérdezhetek, hogy ez a legjobb megoldás? Nincs jobb megoldás? Biztos, hogy ezt így kell csinálni? És mivel mindenki a saját örömére csinálja ezt, együtt gondolkoznak, együtt jönnek rá a megoldásra, ezért ez nagyon hatékony arra, hogy a nagymenő programozók átadják a tudásukat a teljesen kezdőknek. De az a haladó programozóknak is jó, mert látják, hogy a teljesen kezdők vagy a középhaladók milyen hibákat ejtenek. És ebből sokat tanulnak, hogy mondjuk a munkahelyükön hogyan kezeljék a ifjú programozókat. Mennyire elszántak azok, akik itt bejönnek az ajtón? Illetve hogy még az is érdekelne, hogy körülbelül milyen tudással érkeznek ide a fiatalok? Hát, most ketten vannak a dojo-ba, és István a tanítványom, ő harmadéves, tehát ő hívhatjuk profinak, és az úr, hát most találkoztunk először, a saját bevallása szerint egyáltalán nem programozott még életében, most pedig már, ahogy elnézem, már félig készen van a számológép. Tényleg csak a legalapvetőbb dolgokat mutattam meg, amit nem lehet kitalálni. És utána már ő, ahogy belefut a hibákba, István segít neki kijavítani hibákat, így tanul meg programozni. Úgyhogy ennek a órának a végén azt gondolom, hogy ő már tudni fogja azokat az alapokat, amik arra jók, hogy otthon is tudja ezt folytatni. De szeretném meghirdetni a publikumnak. Múlt fél évben ezt már elkezdtük, akkor minden kedden volt foglalkozás, most még nem tudtuk kitalálni, hogy mikor legyen, de szeretnénk heti rendszerességgel teljesen nyitottan, bárki bejöhet. Folyik itt a teremben? Látok itt különböző eszközöket. Most jelenleg matematikai teremben vagyunk, és itt különböző testeket építünk, szabályos és félszabályos testeket is. A szabályos testeket általában már általános iskolában tanulják a gyerekek, ezért ezek nagyon kellendőek most. A félszabályos testeket azokat inkább csak főiskolán tanuljuk, akkor kerülnek előtérbe. Mit nyernek a gyerekek, hogyha ilyen szabályos testeket elkészítenek? Tehát mondjuk milyen tudást, vagy milyen gyakorlati ismereteket? Elsősorban ugye kézügyességet fejleszt, mert össze kell őket rakni, másodszorban meg tanulják a neveiket.
a speciális neveiket, általában ezeket az általános iskolákban nem, tehát egyszerűbb néven nevezik, illetve hát a térlátást nagyon fejleszti. Mennyi idő alatt lehet ezt elkészíteni? Attól függ, melyiket mindegyiknek más. Az egyszerűbbeket pár perc, a nehezebbeket szerintem maximum 5 perc alatt el lehet készíteni. Milyen érdeklődés kísérte ezt a programot? Ebben a teremben ez volt a legérdekesebb. Ez volt a leglekötőbb, vagy ami a gyerekeket legjobban lekötötte. Itt vagyunk a Látványos Logika című programon. Mit próbálhatnak ki itt a gyerekek? Különböző fa és műanyag logikai játékokat, összerakós játékok, ördöglakatok, vannak olyan játékok, amik valamilyen matematikai rendezőelv alapján működnek, például a hanoi tornyok, lehet ilyen színes kockákat összerakni. Tehát mindegyiknél az a lényeg, hogy valamilyen logikai szempont szerint kell gondolkodni, és hát általában ezek nagyon népszerűek szoktak lenni, és nagyon jó fejlesztő hatásúak, gondolkodás, probléma megoldás fejlesztésére nagyon jók ezek a játékok. Tanárnő, tanulható ez? Én azt hiszem, hogy igen, igen. Nyilván először ki kell találni a metódust, és aztán utána a harmadik, negyedik játéknál már azért könnyebben megy. Mindegyiknek más egy kicsit a logikája, de ki lehet következtetni. Tanórákon foglalkoznak-e ilyen kreatív játékokkal? Hát én remélem, pontosan ezért csináljuk ezt a programot, hogy az ide betévedő osztályok és az ő tanáraik, azok megismerjék ezeket a lehetőségeket, és mindegyikhez tudunk olyan tanácsot adni, hogy éppen a matematika tanításban hol lehet alkalmazni ezeket a játékokat. Előbb, ahogy itt a gyerekeket leültették az asztalhoz, a szájukból elhangzott ilyen, hogy ez fizikai lehetetlenség, ez megoldhatatlan. Ilyenkor mit tesz egy tanár? Hát ilyenkor rá kell beszélni őket, hogy próbálkozzanak más úton, kicsit használják a fejüket, mert hajlamosak ellustulni ilyen szempontból a gyerekek, nem annyira gondolkodnak, és ezek nem olyan játékok, amik rögtön azonnal adják a megoldást. Tehát bizony, hogyha az ember kíváncsi rá, hogy hogyan kell megoldani, akkor gondolkodni kell, akkor fejét kell használni. Ez lett volna a következő kérdés, ami jól felvezette tanárnő, hogy tapasztalja azt, hogy mostanában a gyerekek mintha nagyon gyorsan szeretnének megoldani dolgokat, mintha szeretnék a készen feladatokat. Így van, és hát pont erről szeretnénk egy kicsit, hogy is mondjam, lehet, hogy ez olyan, mintha visszamennénk egy kicsit az időbe, de bizony vannak olyan esetek, amikor nem az instant, a gyors dolgok azok, amik célra vezetőek, hanem a megfontoltabb, gondolkodtatóbb, lassúbb folyamatok, azok jobb eredményre vezetnek. És jobban meg is maradnak a gyerekek fejében ezek. Itt egy ilyen kreatív környezetben lelassíthatók a diákok? Tehát itt marasztalhatók? Hát megpróbáljuk marasztalni őket. Egyébként amikor úgy kezdenek ráérezni a dologra, akkor onnantól kezdve már szívesen maradnak. Rubik kocka kezdőknek és haladóknak címmel rendeztek itt egy programot. Mi a célja ennek a kis együttlétnek? Hát a célja az igazából a Rubik kocka megismertetése, aki érdekel, annak megmutatjuk, hogy hogyan rakja ki, milyen lépések által, hogy jobban ismerjük az emberek ezt a igazából elfeledőben lévő találmányt. Bár a világon a legnépszerűbb, de a magyar gyerekek többsége nem is tudja igazából ki az a Rubik Ernő, és hogy mit is csinált, és mit is akart ezzel a játékkal. Egyébként egy nagyon jó szórakoztató játék, szabadidőt el lehet vele tölteni, fejleszti a logikai képességeket. Hát a célunk az ismeretterjesztés és a szórakozás. Akik ide bejönnek, azt mondta, hogy kaptak különböző ötleteket a kirakásához. Mennyiben lehet valóban segíteni ezt a játékot?
Hát ebben a kis időben, ami rendelkezésünkre áll, pusztán annyit tehetünk, hogy megmutatunk egy-két lépést, és megpróbálunk sikerélményt szerezni annak az embernek, aki szeretné, hogy tudja, tehát hogy megpróbálja, és sikerélményt szerez. Akkor onnantól kezdve ajánlunk netes anyagokat, hasonlókat, és esetleg a saját segítségünket is későbbiekben, hogy teljes mértékben ki tudják rakni esetleg a 3x3-asat, vagy az 4x4-eset. Rengetegféle találmány van. Illetve nagyon sokat tud a Rubik kockáról, régebbi nevén Bűvös kockáról. Dávid, ön hány másodperc alatt rakja ki a kockát? A 3x3-asat tudom csak kitenni. A legjobb időm az 20 másodperc, az átlagidőm pedig olyan 1 perc környéke. Talán még annyi adalékot itt a Rubik kockához, hogy ez 3D-s logikai játéknak számít, amit Rubik Ernő talált fel 1974-ben, ugye eredeti nevén Bűvös kockának hívták. 1982 óta 2 évente rendeznek világbajnokságot, és a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. New Yorkban 2014. április 24-én egy nagyszabású interaktív kiállítás nyílt túl a Rubik kockán címmel, amely tárlat 2015-től indul 7 éves világkörüli útjára. Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Kutatók Éjszakája programsorozat, és innen a természettudományi karról indult. Rektor úr, ahogy megérkezett, nagyon kedvesen bebe nyitogatott az összes helyszínre. Milyen tapasztalatokra tett szert? Hát nekem ez szenvedély, ezt nem tudom ki külső szemlélőként, vagy akár rektorként is nézni. Mi kezdtük el ezt a programot 8 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag, hát a szabad ilyet mondani, szerelmesek vagyunk ebbe a játékba, amit Kutatók Éjszakájának nevezünk. Nagyon szeretjük, ha hallgatók jönnek, nagyon szeretjük, hogy áramlik a tömeg. Amikor mosolyognak a kollégák, és ott mindenhol ilyen nagyon jól az a hangulat van. Úgy gondoljuk, hogy oktatás itt biztos nem történik, sosem el semmi komolyság. Sok mosoly, kedves feladatok, jópofa, bemutatók, hát nagyon élvezetes minden pillanat. Nem csak itt fönn a természettudományi karon, hanem az intézmény összes épületében élnek a programok, és tömegek mozognak. Rektor úr, merre vezet még az útja? Hát ez nagyon érdekes dolog, hogy máshol is megkezdődtek ezek, mert valójában ez a Kutatók Éjszakája azt jelképezi számomra, hogy milyen főiskolát szeretnék. Tehát olyan főiskolát szeretnék, ahol egymást látogatják a karok, odafigyelnek egymásra, és egyébként az a fajta kultúra, gondolkodásmód, ami most belengi a főiskola minden pillanatát, minden helyét, az a hétköznapokban is lengje be. El fog menni nyilván az A épületbe, felsétálok majd a varázstoronyba, a B épületet is meg fogom látogatni, a tesiseket is szeretném látni, attól félek, hogy rövid lesz a nap, tehát lehet, hogy a kutatók éjszakáját, kutató hetet kell bevezetni, hogy mindenhova eljussak, és hát mindenhol örülnek a kollégák, ha látják, hogy odafigyelek rájuk. Valószínűleg 200 programot nem tudok megnézni, de igyekszem mindenhol ott lenni. Összeállításunkból kiderült, hogy milyen színes programokat nyújtottak itt a Leányka úti C épületben. Lépjünk tovább egy másik helyszínre.